kedden kerültek ki a képek a kórház 5. emeletének folyosójára. Az alkotások kuriózumnak számítanak, hiszen napjainkban a gépi gravírozás az elterjedtebb. A Zender Greg Cage művész néven dolgozó ifjabb Kása Pál célja, hogy ne csak maradandót, hanem egyedi és művészi értékű alkotásokat készítsen. Általában fotók, szentképek és mostanában festmények alapján dolgozik. Az üveg mögé rakjuk a képet, amit a kontúrokat átrajzoljuk, és utána majd pedig jön a képnek a kitöltése, ami nem egy könnyű feladat. Valamikor 15-20 órában is kerül egy kép, mire elkészül. Az alkotó 4 évvel ezelőtt egy barátja hatására vetette bele magát hobbiába. Saját magát képezte az évek során, ma már az üveg mellett márványba, gránitba és fémbe is gravíroz. Első kiállítását Lengyák István szervezte meg. Az első képekből látszott, hogy olyan emberrel, olyan amatőr művésszel találkozom, aki az általa kiválasztott nem is képzőművészeti, hanem iparművészeti technikát már olyan szintre fejlesztette, ami másoknak a figyelmére is érdemes. A pontozásos technikával készült alkotásokhoz sok türelem, kézügyesség és gyakorlás kell. A kiállítás szervezői remélik, hogy a különleges tárlat egy kis vidámságot csempész az osztályon gyógyulók és látogatók mindennapjaiba.